A lézer pointer. Napjainkban a lézereknek sok típusát ismerjük, és ezek különféle változatai teljesítmény, méret, egyszínűség és sok egyéb szempont szerint jelentősen eltérnek egymástól. Két fontos csoportot jelentenek a szilárdtest és a gázlézerek. Egy harmadik, kiemelkedően fontos lézertípus a félvezető lézer. Ezekben a hagyományos világító diódákhoz a ledekhez hasonló mechanizmus felel a fény kibocsátásáért. Az összetevők, például gallium, arzén arányának megváltoztatásával sokféle hullámhossz előállítható. A félvezető lézerek kisméretben elkészíthetők, nem igényelnek nagy feszültséget, fényük gyorsan modulálható, ezért távközlésben, kisméretű, hordozható berendezésekben gyakran használják. Egyik jelentős hátrányuk, hogy széttartó sugarakat bocsátanak ki, amit lencsével kell párhuzamosítani. A félvezető lézereket különböző iránykijelölő eszközökben is alkalmazzák. Ilyen a szintezésre használt berendezések és a lézeres mutatópálca esete. A legegyszerűbb lézerpointerek fényforrása egyetlen lézerdióda. A fejlettebb lézeres iránykijelölők összetett szerkezetűek. Egy elterjedt megoldást mutatunk be most. Ez a típus kombinálja a félvezető és a szilárdtest lézerek kedvező tulajdonságait. Az elsődleges fényforrás egy félvezető lézerdióda, mely kissé széttartó 808 nanométeres nyalábot bocsát ki, amit egy lencse fókuszál. Ez adja a pumpálást egy szilárdtest lézer működéséhez. A szilárdtest lézer aktív anyaga 1064 nanométeres infravörös sugárzást bocsát ki, ezért fényét egy speciális anyagon engedik át, amely a hullámhosszát a felére csökkenti, így zöld fényé alakítja. A nyalábot egy két lencséből álló rendszerrel kitágítják, és egy infravörös szűrővel elérik, hogy a kimeneten csak az 532 nanométeres zöld fény jelenjen meg. Ehhez hasonló megoldások állnak a széles körben használt lézeres mutatóeszközök hátterében.